Az áprilisi fagy sok kárt okozott a városi zöld területek növényeiben is. Ebben a hónapban a Szombathelyi Park fenntartó legfontosabb munkálatai közé tartozik az évelő és egynyári növények telepítése. Alternantérát ültetjük ugye szegélyként, belőle pedig begóniát ültetünk, valamint gaurát egy mintának. A gaura az egy közepes növekedésű, az alternantéra az pedig szegélynek való maximum 5-10 centi magasságot ér el. Ebben az évben közel 44 ezer egynyári növényt ültetnek a város 30 különböző helyszínén. A napokban a csónakázótó környékén dolgoznak a park fenntartó munkatársai. Elsősorban népszerű fajtákat és városálló fajtákat igyekszünk kitelepíteni. Érdekességként elmondható, hogy minden évben törekszünk arra, hogy valamilyen mértékben csökkentsük az egynyári felületeket, mivel ezeknek a fajlagos költsége a legnagyobb, de természetesen a kiemelt turisztikai helyszíneken, forgalmas helyeken és a népszerű helyszíneken mindenképpen megtartjuk ezeket, és mindig új fajtákkal kísérletezünk. Idén hozzávetőlegesen 34 fajta növénnyel díszítik a várost. A fejlesztések függvényében évről évre nő a zöld felületek aránya.